Nagyon ügyes vagy! Ügyes vagy! Isíti a füge! Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Éppenséggel állatorvoshoz tartunk. Tobi Kász még nem tudja, hogy mit jelent, de megkapja ma az első oltását, amit nem a tenyésztőnél kapott. Ez most a kombinált oltás lesz, ezután már egy pár nappal ki lehet őt vinni, és utána majd még visszavonjunk még egy oltásra, az a parvooltás másodjára az is. Meg akarom mutatni egyébként, hogy hogyan reagál Tobi, ahogy a tükörbe néz. Itt a tükör, nézzétek! Ki az ott? Ki az ott? Úristen, ki ez itt? Ki ez itt, Tobi? Ki az ott? Aztán, ki az? Ha? Ott van egy testvéred? Ugyanazt csinálja, mint te? Nem érti. Úristen, nézzétek a farkincáját, úristen! Teljesen olyan izgatott lett, úristen! Mi történik? Azt mondja, mi történik? Mi történik, gazdi, mi történik? Mi az ott? Ki az ott? Ki az ott? Most így fel lettél izgatva, most egy kicsit nyugodjunk le, mert autóút lesz, és ha lehet, ne hány be, jó? Viszünk azért egy pelenkát. Tehát, viszünk azért egy pelenkát, hogyha hányik vagy pisil, vagy kakil, akkor erre kakiljon. Most úton vagyunk, Tobinak fel kellett jönnie ide az ülésre, mert egyszerűen ott nem tudtam rá figyelni, és folyton fel akart ugrálni, úgyhogy hát nem túl biztonságos ez így, tehát ezt ne kövessétek így, ahogy én csinálom. Próbálok nagyon finoman menni és nagyon finomakat fékezni. Tehát remélem valamennyire nyugton tud maradni, és akkor eljutunk a rendelőbe. Megbeszéltük Anettel, hogy ő elkísér, és akkor egy kicsit talán nyugodtabb lett volna ez az egész út számomra is. Viszont így rohantam, meg kapkodtam, meg minden. És otthon hagytam a kártyámat, a személyemet, a jogosítványomat. Nem haragszom Anettre, mert Anett tegnap sokat dolgozott, így megértem, hogyha kicsit még aludni akart. Csak ez így egy kicsit szar, hogy nincsen semmim, és KP-ban meg talán annyi van, hogy ippeg elegendő legyen az oltásra. Túl is vagy rajta, Tóbiás? Ügyes voltál? Nos, gyerekek, végeztünk az állatorvosi rendelőben, és Tobika nagyon-nagyon ügyes volt. Nem sírt, nem vinnyogott, nem nyafizott. Nagyon csöndesen ott a kis padján, vagy hát asztalon, ahol beszokták oltani a kutyusokat, ott nagyon csöndesen volt. Érdeklődött, csóválta a farkát. Nagyon ügyes voltál. 3 nap múlva már le lehet végre őt vinni. Utána majd még visszavonjunk még egy oltásért, de az nem ilyen elsőségrendű, tehát az nem ilyen legfontosabb oltás. Te nagyon ügyes voltál. Hova kaptad a szurit? Ide kapta a szurit valahol a hátába. És megmértek egyébként mindent, mert átvizsgálták teljesen, és mondták, hogy teljesen egészséges. Kiskutya nagyon szép, nagyon jó testalkata van. Na mindegy, úgyhogy 3 nap múlva vihetem le, ami azért jó, mert otthon már néha meg szokott kergülni, és össze-vissza futkározik. És ez egy kiskutya dolog, tehát a kölyök kutyák csinálják ezt igazából, ez nem Tobi jellemzője, de ez azt jelenti, hogy rohadt sok felgyülemlett energiájuk van, és hogy otthon ezt nem tudja levezetni. Amúgy meg többen kérdeztétek, hogy miért gondoltam, hogy otthonra ilyen nagy testű kutyát veszek, tehát lakásban nagy testű kutyát veszek. De egy a válasz, nagyon sokat járok ide-oda túrázni, nagyon sokat sportolok, és igazából, hogyha itt mindig velem tart Tobi, akkor sose lesz abból baj, hogy otthon unatkozni fog, és otthon neki az kicsi az a lakás neki, mert egyszerűen egy ahhoz szokott, arra lesz csak otthon ereje, hogy lefeküdjön és aludjon, és ne csináljon semmit, és pihenjen, és ilyenkor meg tök mindegy, hogy mondjuk egy kertes házban vagy éppen otthon, ahol tényleg csak pihengetni tud. Sok ember azt gondolja, hogy a kertes ház az megoldja a sétákat, hát nem így van, mert a kertes ház nem ad új impulzusokat a kutyáknak, tehát egy idő után azt is megunják, és olyan, mintha egy lakásba lennének bezárva. Nem mondom azt, hogy nem jobb a kertes ház, biztos jobb, ténylegesen jobb, meg nekem is könnyebb lenne rászoktatni a szobatisztaságra, hogyha kertes házam lenne, de nem lesz rossz helye itt egy lakásba sem. Egyszerűen annyi, hogy meg kell, hogy kapja kint ugyanazt az edzés mennyiséget, amit amúgy megkapna. Most hazaérkeztünk az állatorvostól, Tobinak ugyanolyan a jó az étvágya, mint amilyen eddig volt. Azt mondta az állatorvos, hogy lehet, hogy nem lesz olyan jó. Viszont Anettel felfedeztünk egy nagyon vicces dolgot. Tobi, figyeljétek, hogy próbálj elkapni a levegőt.
Jaj! Hogyha fújod őt, akkor megpróbálj elkapni azt a levegőt, amit fújsz. Igen. Tomi? Imádlak, jaj, de kis aranyos vagy. Jó reggelt, nem tudom milyen nap van, ez tudom, hogy Tobi vlog, de itt van éppen Barni, ott van Barni hátul, és feljöttünk a Citadellára, reggel 7 óra van, és akarunk egy napkeltét talán összezni, hátunk mögött már félig felkelt a nap, és egy kicsit sokáig tartott ide jutni. Azért, hogy megmaradjon ez az egész vlog Tobi vlognak, megmutatnám, hogy mi történik akkor, amikor eljövök otthonról. Van egy régi telefonom, amin be van kapcsolva egy alkalmazás, ami közvetíti az új telefonom felé, hogy mi történik otthon, úgyhogy nézzük meg, hogy mennyire ugat Tobika. Mert hihetetlenül keserbe esetten és torka szakadtával tud ilyenkor ugatni, nyafogni, és én azt nem tudom elvállalni, hogy 0-24-ig vele legyek, hiszen azért én nem kell a saját kis életemet, és neki is a saját kis életét. Most látni fogtok egy pár felvételt róla, ugyan a kennelébe van, csak hogy ne szedjen szét mindent a lakásba, de van bent neki rágójáték, van benne neki mogyorókrémvajas kongjáték, amit tudna nyalogatni, és mégis ilyenkor teljesen megfeledkezik ezekről, és csak arra tud gondolni, hogy egyedül van. És hát lehet, hogy kialakult már nála egy ilyen szeparációs stressz, de mutatom is, hogy miről van szó. És amit láttok, az nem egy fél órán keresztül megy, mert azt mondják a legtöbben, hogy hagyjuk a kutyát, hogy kiugassa magát, és utána lenyugszik. Ez 2,5 óráig, 3 óráig simán el tudja nyomni, úgyhogy nagyon durva. Na mindegy, viszont most, mivel itt vagyunk, és jöttünk timelapse-ezni, jön egy kis timelapse, meg minden kis szórakozás, és utána a tala Tobival együtt. Nos, és újra megburotválkoztam, ez egy másik videóban megint ki fog csak derülni. Viszont Tobi most nagyon izgatott, mert tudja, hogy valami történni fog, hiszen Tobi Bobby megkapta 3-4 napja körülbelül azt az oltást, ami után már kimehet az utcára, és mondta az állatorvos, hogy várjak, hogy azért még 3-4 napot, és most érkezett el az az idő, amikor Tobi Bobby, Tobi, gyere ide, Tobiás! Meglátod ma a nagy világot, Tobiás! Meglátod ma a nagyvilágot, az első sétádon fogsz átesni. Az első sétádon fogsz átesni, Tóbiásom. Nos, örülsz az első sétának? Engedd meg a papát, hogy felkészüljön rá, jó? Mert lelkileg fel kell készülnöm. Tehát mondta a tréner, hogy lelkileg fel kell készülnöm arra, hogy nagyon sok ember akar majd odajönni Tobihoz, hiszen egy kis kutya nagyon aranyos, mindenki meg akar simogatni, viszont azt kell mondanom, hogy nem. Ennek több magyarázata is van. Ebből kettőt szeretnék megosztani veletek. Az első az, hogy nem szeretnénk, hogyha Tobi azt szokná meg, hogyha lemegyünk az utcára, akkor simit kap, és mindenki örül neki, mert akkor neki erről fog szólni a séta, és nem arról, hogy tényleg levezesse azt a feszültséget, azt az erőt, ami benne lakozik. Úgyhogy ezért nemet kell mondanom, és van még egy ok. A másik ok pedig az, hogy ténylegesen azért megyünk le, hogy A pontból B pontba eljussunk, és hogyha minden egyes alkalommal akár csak 10 ember megállít, és ezt a sétát én 2 óránként meg kell, hogy ismételjem, és 2 óránként 10 ember megállít, akkor soha nem fogok semmire menni a sétával, és ezt nem. Úgyhogy azt mondta a tréner nekem, hogy mindenkinek azt mondom, hogy nem, kivétel a gyerekek, a nagyon pici gyerekek. Ha nagyon nem értik meg az emberek, akkor tényleg bunkó leszek, mert amúgy nem annak szánom, egyszerűen csak tényleg azt szeretném, hogy Tobiból minél jobb kiskutya legyen, meg hát nagy kutya majd. De hogyha odajönnek és mindenki simízni akarja, az úgy nem fog működni. Másik fontos dolog, kaja. Jó, sok-sok jutalomfalat, hiszen csak ezzel tudom rávenni kint a nagyvilágba Tobit, hogy rám figyeljen, legalábbis egyelőre, amíg nincs így nagyon jó megnevelve. Úgyhogy hozom a jutalomtáskámat, és ebbe még felvágom a maradék virslit, és ebbe mehet bele minden jutalom. Ez legfőképpen arra fog kelleni, hogy figyeljen rám Tobi, amikor azt mondom, hogy jöjjön ide, és ha ide jön, akkor kap egy ilyen jutalomfalatot, vagy hogyha éppen erre engedi a pórázát, akkor kap egy jutalomfalatot, mert tudja, hogy nem szabad rágni. És most, hogy ezzel megvagyunk, gyorsan nadrágváltás. 1, 2, 3. Tehát ez kellett, mert ennek van öve, és ezáltal megfogom ezt a jutalomfalattáskát. Szétszedem az övemet, és bum. És a póráz. És szerintem el is indulhatunk az első sétánkra a kis Tobival.
Goleretivel, kölyökkel. Még egy dolog, amiről szeretnék gyorsan beszélni. Nyakörve van Tobikának, nem hámja. Már itt hámja is van, de azt mondta a tréner, hogy nyakörvel próbáljuk, mert a hám az már... Van, aki arra esküszik, van, aki erre. Mi az én trénerem erre esküszik, én is erre fogok esküdni. Ezért se szóljatok meg engem. Tiszteletbe tartalak titeket, hogyha hámot használtok, én nyakörvet fogok. Egyszerűen nincs az az erő a kezembe, amivel, hogyha megrántanám neki, ez fájna a nyakánál. Úgyhogy ezért nem tartom szükségesnek a hámot. Hogyha egy targonca jönne és egy targonca mondjuk megrántaná a nyakörvét, akkor lehet, igen, persze eltörne a nyaka, de én akkora erőt nem tudok kifejteni. De kis aranyos vagy, megtanultad már, hogy az ajtón nem szabad kijönni? Csak hogyha én mondom. Nagyon kis okos egyébként Tóbiás, mindent elmondok neki kétszer és utána már tudja. A kis IQ-zsák. Hé! Tehát, hogyha Golden Retrieveretek van, akkor nagyon figyeljetek arra, hogyha a társasházban laktok, hogy nem lépcsőzhetnek, mert az ízületeik nagyon-nagyon könnyen szétmennek. Ez egyébként a legtöbb nagy kutyára így ugyanúgy vonatkozik, úgyhogy nem csak a Goldenekre. Gyere! Befele! Ügyet, befele! Gyere! Arra kell figyelnem, hogy csak szaglászon, és nem szabad, hogy felnyaljon dolgokat. Ügyes vagy, nagyon ügyes vagy, Tóbiás. Ügyes vagy, nagyon ügyes vagy. Nagyon ügyes vagy, Tóbiás. Gyere, hé! Nagyon ügyes vagy! Gyerekek, idáig eljutni már egy kicsit... Hát, ahogy láthatjátok, teljesen meg van zaptam, a kajára se figyel ilyenkor. A trénerem mondta, hogy hozzak kaját, legfinomabb kaját. Elhoztam neki a Virsit, imádja otthon. Tényleg mindig ezt akarja. És most még arra se figyel. Próbálunk nem kutyák közelébe menni. Próbálom az embereket offolni, akik jönnek oda. Tehát az embereket is próbálom offolni, hogy ne jöjjenek oda, menjen hozzám. Bár van, aki kérdés nélkül odajön, az mondjuk zavaró tud lenni. És mint ahogy láthatjátok, még kordában nem tudom nagyon tartani. Annyi, amikor elkezd húzni, akkor kicsit vissza pattintom őt, és utána elengedem, hogy ne legyen. Hé! Hogy ne feszüljön a póráz. Hé! Na mindegy, jöjjön egy pár vágókép, aztán majd újra bejelentkezem. Éppen szimatul el, vagy valamit felvesz, és azt ki kell venni a szájából, vagy kiköpetnie vele. Szia. És a másik meg, amit láthatok most, hogy mindenki oda akar jönni, és nekem meg el kell ráncolnom. Ti túl jó szívű vagyok ahhoz, hogy elráncolja a kis Tobikát a idegen emberektől, de hát a Tobi jobban érdekel, mint az idegen ember. Na, menjünk haza! Hazaértünk, sikerült valamennyire, hát szerintem egy ilyen 10 pontból ennek a sétának egy 6-ot adnék. Hihetetlenül okos egyébként Tobi, és egyből megértettek, jó nem egyből, de így a vége felé már kezdte érteni, amikor már egy lefáradt, kettő már így azért jó sokszor visszahúztam őt, pöccintettem egyet így a pórázán. Kezdte megérteni, hogy az én tempomba kell sétálni, és az én lábam mellett, erről már nincsen felvétel, de tényleg amikor jöttünk visszafele, akkor már kb. Végig mellettem jött, próbált átmenni a jobb oldalamra, de ugye bal oldalon sétáltatom őt, úgyhogy visszapöccintettem ugyanúgy, és szerintem rohadtul kifáradt, mert amióta hazajöttünk, ó, Gabi alá befekült. Mindig itt van. Igen. De tudja, hogy te nem bántod. Mondjuk én se bántom, csak néha fegyelmezem őt. Ugye, Tóbiás? Nagyon. Most beleült egyébként pocsolyákba is mindenbe, hát tipikus Golden Retriever, úgyhogy szereti a vizet, kivétel a fürdést, az teljesen más neki. Na gyere, Tobi! Gyere! Gyere, Tóbiás! Úristenem! Gyere, köszönjünk el a vlogtól! Milyen volt a sétád? Tetszett a séta? Ebből naponta 2 óránként kapsz egyet. Ugye, Tóbiás? Mi ez itt?
És gyerekek, szerintem ennyi lett volna ez a vlog, hűségesen viselkedett ezen a héten Tóbiás, minden nap javulás van. Az állatorvosnál kifejezetten mosolygott, nem tudom, hogy mutattam ezt a képet nektek, de most ide beszúrok egy képet, és ezen mosolyog, az összes kutya az állatorvosnál félni szokott, és ő meg csóválta a farkát, mosolygott, és egyszerűen nagyon élvezte, úgyhogy nagyon kis ügyes kutya. Hát jövő héten találkozunk, ugyanígy vasárnap, remélem, hogy tetszett ez nektek, nem sokára jön a karácsony is, úgyhogy Tóbiásnak majd valami ajándékot is próbálunk venni, bár így is azért nagyon sok játéka van már. Lényeg, hogy szerintem most Tobikám nagyon kidőlt, úgyhogy betesszük őt a kennelébe, és ott fog aludni. Na, köszönjük ki, Tóbiás!